Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt benne van egy szűkös helyzetben, amiből ki akar lépni. Ez lehet a munkahelye, ez lehet a lakhelye, az is lehet, hogy még benne van egy párkapcsolatban, de ezt le akarja zárni. Ez a terve. Sikerül neki, hiszen ez a kép utal a szűkös helyzetre, az egyik partra, és itt már látható, hogy tervezi azt, hogy ezt a partot elhagyja, evezzen tovább egy új irányba. Az új lehetőség, az új part még nem látható, de ő tervezi a változásokat. Az érzelmi világa itt látható. Ennél a képnél arról van szó, hogy vannak tervek, de nem tudja, hogyan tudná ezt megvalósítani, hiszen bizonytalan. Nincs elképzelés, mi van akkor, ha egy lépést előre tesz, megmarad a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. De szerencsére itt van a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a bizonytalanságot, és itt a 10-es szám már utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életében. Ez lehet munkahelyi változás, de itt érzelmekről is szó van, és ez kihat a ti párkapcsolatotokra. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Cselekedni fog, sőt tervez egy utazást. Lesz egy sorsdöntő változás, ami szerencsét hoz mindkettőtök számára. És itt a fő papnő kezében tartja a sorsok könyvét, amiben ő megbízik, hiszen minden úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. És mit mutatnak még a kártyák, milyen lesz az irányváltozás, mi változik. Ő keresi veled a kapcsolatot, sőt, azt is tervezi, hogy eljegyez téged, szeretne feleségül venni. Ez a gyűrű, ez utalhat szerződésekre is, ez lehet egy munkahelyi változás is. Mi ez a szűkös helyzet? Itt a kutya jelenti a barátságokat. Lehet, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, és ott vannak még barátok, ismerősök, és emiatt nem akar még változtatni, de nem érzi jól magát. Ez lehet a munkahelye, ez lehet még egy párkapcsolat, jelentheti az ő környezetét is. Mik az ötletek? Itt még vannak nehézségek, akadályok, tehát okosabb lenne az a döntés, amikor ő még átvizsgálja a dolgokat, vagy kell még egy kis türelem. Mit távolít el a tolvaj, azon kívül, hogy el tudja távolítani az akadályokat? Közben volt még egy telefonhívásom. Tehát a tolvaj el tudja távolítani az akadályokat, a tolvaj eltávolítja a bizonytalanságokat, és a tolvaj eltávolít egy nőt. A háttérben lehet, hogy a nő miatt vannak ezek az akadályok. És mi lesz az új kezdet? Itt látható a medve, az jelenti a belső hitét, a belső erejét, tehát ő hisz abban, sőt, megvan ahhoz a bátorsága, az ereje, hogy indítson egy új kezdetet. És milyen sors
események, változások lesznek köztetek. Itt a csillagok szerencsét hoznak, megjelentik azt is, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, a sors könyvében meg van írva, és ez lesz a sors döntő döntés vagy változás. Egy új irány, egy utazás, a cselekvések. Ez egy jó ötlet, hiszen itt látható a virágcsokor, ez boldoggá tesz téged, azon kívül mutatja a te szépségedet, és ő közeledni fog hozzád, tervez veled együtt egy szép nyaralást, egy utat. Az ő jelenlegi helyzete. Itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tisztázódnak bizonyos dolgok, azon kívül megvan a vonzalom kettőtök között. A te jelenlegi helyzeted. Itt látható a ravasz róka. Az jelenthet félelmeket, bizonytalanságokat, vagy egy gondolatot, ó, ebből úgysem lesz semmi, de jelenthet egy hamis szemét is, és te érzed azt, hogy itt nála megjelenik a kígyó, és a kígyó jelent egy hölgyet, aki nehézségeket okoz számára, de legyen meg a bizalmad, hiszen a tolvaj eltávolítja ezt a kapcsolatot. Itt átugrottam ennél a kártyánál, mit üzen a főpapnő a sors könyvéből, hogy itt lesznek döntések, lesz egy új irány, itt vannak az utak, az azt is jelenti, hogy ő útban van hozzád, vagy lesznek tervek, egy új irány, lesznek döntések. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!